Leslie Mandoki a vendégünk, hát tudják, Genghis Khan óta tudják, tudjuk mindannyian, hogy ki Leslie Mandoki, hogyha korábban valaki nem követte mondjuk a magyar jazzrock életet. Jó reggelt, szervusz! Szép jó reggelt kívánok! Örülök a viszontlátásnak! Azt számoltuk, igen, hogy hát nem most volt az, amikor mi utoljára találkoztunk. Adtál egy ingyenes koncertet az egykori Ifi Park helyén, a Várkert bazárban. Ezt rengetegen támadják most azzal, hogy ez voltak éppen egy protokoll esemény volt Orbán Viktor kedvéért. Miközben ez számodra egy személyes esemény volt. A távozásod, a Magyarországról disszidálásod 40. évfordulóját kötötted ehhez. Ez a kettő, hogy ez így találkozik, tehát hogy ez egy nagyon magas szintű, egy Orbán Viktor által és más protokoll vendégek által követett esemény volt, meg a te saját személyes eseményed, ez így jó volt? Ez neked így kellemes volt? Hát az igazság az természetesen teljesen más. Tehát, hogyha ez valaki a bloggol, aki nem, a saját nevét nem adja hozzá, és elképzel, hogy ez így lett volna, hát az nem azt jelenti, hogy az úgy volt. Hogyha a német szövetségi kormányból, Berlinből, ha a bajor kormányból, a miniszterelnök nőhelyettes úgy érzi, hogy erre a pillanatra, amikor az ő szempontjából a Leslie Mandoki, a mi szempontunkból a Mandoki László, pontosan azon a napon 40 éves tisztizálását az, hogy elhagyta nem a hazáját, én soha nem hagytam volna a hazámat, soha nem hagytam volna a szülővárosomat, elhagytam a diktatúrát, elhagytam a cenzúrát, elhagytam azokat, amiket egy művész nem úgy érezte, hogy nem passzol ahhoz, amit ő elképzelt, hogy az álmát tudja élni. És hogyha úgy érzi, hogy a szövetségi német kormány Berlinből miniszteri szinten ott akar lenni a koncerten, és miniszterelnöki szinten a bajor kormány, akkor ennek van egy, ebből a szempontból ez egy protokollális része, mert hogyha eljön az összes fontos német újságnak a főszerkesztője és a kiadója, és ez azért is hívta meg őket, hogy megmutassam ezt a csodálatos magyar lelket. Na, erről csodálatos... majd beszéljünk. Ebből adódik ez. De te egy személyes koncertet, egy személyes nagy bulit akartál, vagy egy ilyen protokoll esemény, nem, ez a közönségnek vagy, szólt. Vagy egyszerűen azzá lett? Nem, ez a közönségnek szólt, és automatikusan, hogyha Németországban ez olyan komoly eseménynek számított, hogy a német közélet bejött egy ilyen 100-150 fős delegációval, csak 38 német újságíró. Tehát a magyar sajtó neked esett ezért, ezt gondolom olvastad, vagy ha nem, akkor nem igazán, hallottam. De akkor nem. A német sajtó mit írt? Hát én vagy sajtó, meg akármelyik az Európa legnagyobb napilapja ünnepli, most azóta szombaton, vasárnap, ma is ünnepli, milyen csodálatos koncert. Most azok a zenéről írnak, már én zenész vagyok, tehát a zenéről írnak. És az, hogyha a német szövetségi kormány és a bajor kormány legmagasabb szinten képviselteti magát, az egy elismerés a művészetnek. Hiszen miről van szó? Mi jön el egy miniszter Berlinből, vagy miért jön el egy miniszterelnök nőhelyettes Bajorországba? Azért, mert elismeri a művészetet. De tarthatná Berlinben is ilyen koncertet. Oda is eljárnak? Hát természetesen. Akkor voltak éppen a törzs közönséget követett, ha úgy tetszik. Hát a kancellárnő is sokszor volt a koncertem, hát és játszottam nála is, tehát az a székházban is, tehát ez egy, és nem egyszer. Rosszul vagyunk mi itt összerakva, ezek a régi reflexek, amik élnek. És ezt pont annak fényében kérdezem, hogy 40 éve mentél el, tehát neked azért több rétegű rálátásod van a múltra. Igen, nekünk ezek rossz reflexeket idéznek, hogy megjelenik egy politikus, egy művész mellett? De most miért ne jönnének el egy olyan zenei eseményre, amit ők jónak tartanak? Hmm. Tehát ami nekik tetszik. Hát ez szerintem az, hogyha a kancellárnő például eljön egy koncertemre, vagy felkér az arra, hogy ami már többször előfordult, hogy az ő székházába is játszak az összes média vezetőnek, tehát mondjuk azt például neked. Tehát amikor többször játszott, adtam már koncertet a kancellárnak a média estéjére. És ott volt a legfontosabb 800 német újságíró. Most mi ebben a gond, hogyha a kancellárnő engem válasz ki, mint német azt művész? Azt ez nem politikai, nem kulturális esemény? Hát természetesen, hogy úgy érzik, hogy a kultúra van annyi létjogosultsága, hogy az újságírókat és a politikát kicsit emocionálisan szórakoztassa és felrázza. Ugyanis miről van szó? A zene, a kultúra, az mindig egy kis tüske a társadalomnak a húsába, ami kicsit korrektív, és ne olyanokat mond, amit talán nem mindenki szívesen hallgat. És ez egy természetes dolog, hogy egy fejlett társadalomban igény van arra, hogy a művész
És ugye hát a zenész az többet mond néha, mint egy festő ez esetben, vagy, és gyorsabban mond, mint esetleg ez esetben egy író. Én Kertész Imrével beszélgettem szombat este erről, hogy mennyire fontos az, hogy a művésznek legyen egy ilyen társadalmi atmoszférikus, és teljesen egyetértünk ebben a nagy írónkkal. Te politizáló művész vagy? Nem, a politika az a politikusoké, hanem én az embereknek játszok. Nekünk művészeknek mi kaptunk egy óriási hitelt, az a közönségünknek a szeretete, hogy eljönnek nyitott szívvel, nyitott lélekkel a koncerthez. És abban mi a gond, hogyha eljön oda az Angela Merkel is? Tudod, mi a furcsa, hogy Magyarországon nézve, hogyha a Leslie Mandoki koncertjére Németországban elmegy az Angela Merkel, akkor egy kicsit minden magyar büszke, mert egy magyar fiú koncertjére elmegy a német kancellár. Ha ez Budapesten történik Orbán Viktorral, akkor pedig rögtön a két vagy több osztatú Magyarország képe jelenik meg. Tehát Leslie Mandoki László letette a voksát Orbán Viktor mellett ezzel. Tehát, hogy azonnal itt egy politikai gellert kap, mert belpolitikai esemény lesz, ott pedig egy külpolitikai esemény, vagy kulturális esemény, és büszkélkedünk vele. Gondoljátok el, hogy ide jön a szövetségi kormányba, az Angela Merkel ide delegál egy minisztert, és a vice miniszterelnök nő jön Bajországba, és ezek után a magyar politika nem jelent volna meg őket fogadni a Mándokinak a koncertjét. Nézzük, akkor nem a miniszterelnöknek kell megjelenni őt fogadni, de egyébként ez teljesen mindegy, mert ez hát a bajor miniszter... Rakjuk félre a politikát. Mit csinálsz mostanában? Hogy én mit csinálok? Zenileg. Hát én csak egyet tudok. Én ugye a konzervatőr vagy. Producer vagy? Ez egy nagy félreértés, ugye, mert a filmnél a producer az, aki összeszedi azt, hogy a rendező tudja egy filmet csinálni. Hát a pénzt. Nálunk a zeneiparban meg gyakorlatilag a zenei rendezőt hívják music producernek. Tehát én soha nem foglalkoztam a gazdasági részével, én sosem voltam ügyes menedzser, nem értek a pénzt, ez nem is érdekel soha a pénzt. Azt a Red Rock birodalmat, ami a te nevedhez fűződik, pénzügyileg nem is te kezeled? Te a művészeti részét viszed? Én csak a művészeti részét viszem, és miután olyan sikeres volt mindig is, hát olyan sok kitüntetés, olyan sok arany és platina lemezt, és rengeteg lemezt adtunk el, és olyan sok filmnek a zenéjét csináltuk, és olyan sok blended entertainment a koncertek. Mindig olyan sikeres volt, hogy nekem soha nem kellett foglalkoznom a gazdasági részével. Ez jó, ez egy művésznek áldás. Ez egy áldás bizony. Ezért vagyok a közönségemnek hálás, tehát ezt én a közönségemtől kaptam. Amikor leültél ide, akkor elkezdted sorolni a városokat, amik között pendlizel a világban. Ugye Shanghai-tól New Yorkig, ha jól emlékszem. Los Angeles, London és München, ez az ötször. Azért ez így kemény. Nem, én hogy osztod meg magad? Ez egy olyan dolog, hogy múltkor leszálltam Münchenbe reggel 6-kor a Shanghai-ból, és mellettem ült a Siemensnek a vezérigazgatója, és mondta, hogy hát művész úr, nekem elég gyorsan vissza kell menni a Kínába, és mondom, mikor? Hát 3 hét múlva, mondom, nekem is, és magának mikor művész úr? Mondom, nekem ma este csak egy tévéműsorra jöttem. Tehát szóval van egy ilyen tempója a dolognak, hogy Shanghai, Los Angeles, New York, egy három napos. Megszoktad, vagy szereted is? Ezen soha nem gondolkodtam, engem a zene hajt, engem a művészet hajt, és a közönségemnek az igénye. És nekem a Váket Pazárban, amiket te most idézel a sajtóból, az engem nem is érint. Engem egy dolog érint. Ott voltak az emberek, szerették, nyitott lélekkel jöttek hozzám, és én ki tudtam nyitni a lelkemet hozzájuk. Azt a tiszteletem, ők megadtak nekem, mint művésznek. Éreztük egymásra, olyan volt az atmoszféra, meleg volt. És azt éreztük, hogy kialakul köztünk egy kapcsolat, csak erről szóltam. Az, hogy világsztárokkal dolgozol együtt, az egy tudatos döntés, hogy nem egy állandó 4-5 tagú zenekarra járod a világot, vagy a koncertszínpadokat, hanem egy változó összetételű világsztárokkal álló csapattal, vagy pedig így adta az élet, hogy nem tudsz állandóan koncertezni. Hát ez úgy hozta az élet, hogy én is vessi srác, azt mondtam, amikor a menekültában, illegális bevándorlóan megérkeztem Németországba, illetve oda letoloncoltak inkább, így mondjuk Dániából, és ott ültem ebbe a menekülttáborba, vagy szót nem beszéltem németül, és akkor megkérdezték, hogy mi a bánatot akarok itt csinálni. Ennek volt egy ilyen lefolyása, hogy megkérdezik a végén, úgy hívták, hogy protokolláris beszélgetés.
És akkor azt mondtam, hogy az Ian Anderson a Jethro-Tull-ból, meg a Jack Bruce-szal a Cream-ből, meg az Ernie Maulával szeretnék zárni. És beírták. Beírták. És most a 40 éves volt ugye az, hogy Németországban megérkeztem, és az első német az állami televízióról csinált egy filmet. És elmentek ebbe a menekült táborba, és megmutatták a német televízió nézőnek, hogy ez az őrült, az álmodozó, ez még mindig éli az álmait. És hát tulajdonképpen pont ez a három zenész volt az alakító tagja a Mántaki zenekarnak. És ezzel járjuk ugye a világot, tehát persze annyi filmzenének, meg lemezeknek, meg sok branded entertainment zenének kell megszületnie, hogy én nem tudok 200 koncertet adni egy évben, hanem talán inkább csak... Ez a te történeted lényege, hogy éled az álmodat? Az én történelem lényeg az nagyon egyszerű. Az édesapám meghalt, amikor 16 éves voltam, és akkor azt mondta a halálos ágyán, hogy fiam, a legszörnyűbb abban, hogy mennem kell, hogy nem fogom megismerni az unokáimat. De most ígérd meg nekem, hogy az unokáim soha nem fognak cenzurált újságot olvasni. És hát azt mondtam, hát apu, ott a vasfüggöny, az nem neked van, fiam. Találd meg az utadat, és éld az álmaidat, és ne álmod az életedet. Aztán eltelt 6 év, az édesapám halála is addig, amíg megtaláltam azt az alagutat, ahol kimentünk, a Csopó Gáborral meg az Üslacával. Csopó Gábor elment aztán később Hollywoodba, és ugye a Simpsons, Rugrats, Real Monsters, hatalmas világsikereket értem, máig is nagyon szoros jó barátságra, Szűcs lesz a barátomban. 2 év vezetők nagyon intenzív együtt dolgoztunk, míg gyakorlatilag nyugdíjba ment. És én meg azóta is élem az álmaimat, ugyanazokat a tínédzser álmaimat, és mert a tínédzser álom, és neked is, meg mindenki, aki most minket néz is, ha tudja, hogy azok a tínédzser álmok, azok az álmok, amik olyan igaziak, mert akkor még nem kellett számlákat kifizetni, még nem volt az ember valamilyen koordinátorrendszerben benne, ahol muszáj is csinálni kell, hanem akkor megálmodtad olyan tisztán, olyan jó lelkben. Az a te álmod. És az én élem az álmod. Akkor én jót kívánok neked, a sok álmod, hosszú álmodozást kívánok még. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljöttél. Balogh Judit várja önöket, mindjárt jön a fórum, és holnap reggel pedig én is várom önöket itt ebben a műsorban újra, viszontlátásra.